Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam a felszólalását, egy picit el is bizonytalanodtam, mert nem úgy tudom, hogy nem a külügyminisztérium alkalmazottja, ezért még a felszólalásom kereteit talán nem szabályozhatja, de igyekszem azért válaszolni a felvetett kérdéseire. Az, hogy nem a külügyminisztérium alkalmazottja, az bizonyítja az is, hogy az ország külpolitikáját nem az LMP irányítja, tehát ahogy hallgattam az irányszabását, egy picit elbizonytalanodtam, mintha az LMP nyerte volna a választást, aztán szétnéztem a parlamentbe, és szerencsére ez nem így történt, tehát megnyugodhatunk mindannyian, nem az LMP szabja a kormány és a külügyminisztérium politikáját. Most azt azért persze megértem, hogy van némi zavarodottság az LMP-ben a választási eredmény után, az annyi amennyi, azt látjuk, hogy van egy kis összevisszaság, van, akit kizárnak, van, akit nem vesznek föl, aztán néha fölpofozzák egymást, ez is előfordul. Megértéssel nézzük az LMP zavarodottságát. Ami a külpolitikát illeti, bár ön bennünket vádol azzal, időről időre, unalomig ismert, hogy kiszolgálunk ilyen érdeket, olyan érdeket, föl lehet mondani, rendkívül unalmas, valójában az önök külpolitikája nem szól másról, mint külföldi érdekeknek való megfelelésről. Valójában, amiről ön beszélt, tisztelt képviselő úr, az nem más, mint égtájdiplomácia. Ön fölébred, rábök egy égtájra, amelyek szimpatikus vagy nem, és e szerint tartja a felszólását. Ennél azért a külpolitika egy fél fokkal bonyolultabb. Természetesen önnek abban igaza van, csak hogy ne vádoljon, hogy semmiben nem adok igazat. Az Euróatlanti szövetségek részei vagyunk, de ettől még magyar érdek akár keletre, akár délre, akár bármilyen másik irányba diplomáciát folytatni, akkor is, hogyha önnek ez nem tetszik. Szeretném azt is elmondani, hogy az önök politikáját és külpolitikáját jellemző, hogy nem ismerték fel az illegális bevándorlás veszélyeit. Önök semmiben nem támogatták a magyar kormányt akkor, amikor az illegális bevándorlás ellen harcolt. Önöket sok mindenki és sok minden érdekli, csak a magyar emberek véleménye és a magyar emberek döntése nem. Ezzel szemben a magyar kormány háromszor kérdezte meg a magyar embereket, hogy mit gondolnak. Volt erről népszavazás, nemzeti konzultáció, és volt egy áprilisi választás is, bár ennek eredményeire nem szívesen emlékeztetem újra, megértem, hogy ez egy fájó pont. Azt is megértem, illetve nem értem meg, de látom, hogy önöket a magyar emberek véleménye nem foglalkoztatja. Ezt azért talán magyarázza, hogy önök a választások után jöttek rá arra, hogy vidéken is vannak emberek. Javaslom ennek a résznek is a tanulmányozását és ennek a feltérképezését. Ami a külgazdaságot illeti, ön említette ezt. Azért fontos, bár ezek szerint figyeli a felszólásainkat és tudja. Szeretném újra emlékeztetni, ha önnek szükséges, engem nem fáraszt. 2014 óta minden évben minden külgazdasági rekord megdőlt, ami azt jelenti, hogy tavaly meghaladta a 100 milliárd eurót a magyar export, 2014 és 2017 között a befektetési ügynökségünkön keresztül mintegy 300 beruházás érkezett Magyarországra, ez mintegy 60 ezer új munkahelyet jelent. Szeretném a tisztelt képviselőt tájékoztatni, hogy itt nem egyszerű számokról, hanem 60 ezer család és értelemszerűen ennél sokkal több magyar ember megélhetéséről és biztos egzisztenciájáról van szó. Ami pedig az európai szinteret illeti, látjuk, hogy mindent megtesznek a bevándorláspárti erők azért, hogy az akaratukat átvigyék, azonban Magyarország az elhatározásából nem enged, ez pedig a határok védelme, a kvóta elutasítása és az, hogy a hotspotokat Európán kívül kell elhelyezni. Egyedül kezdtük ezt a harcot, tisztelt ház, talán fontos arra is emlékezni, manapság, aminek örülünk, egyre többen állnak be ebbe a harcba, és egyre többen akarják szervezni az illegális bevándorlás ellen harcolók csoportját, tengelyét, de azért fontos arra is emlékezni, hogy 2015-ben ezt egyedül kezdtük, majd kaptunk is érte hideget, meleget, majd csatlakoztak hozzánk a V4-es társaink, csatlakozott Ausztria és csatlakozott Olaszország is. Mi elutasítjuk a terrorveszélyt, és elutasítjuk a párhuzamos társadalmakat, elutasítjuk a bűnözés növekedését. Fontos emlékeztetni arra, amit önök mindig elfelejtenek. Az elmúlt három és fél évben nagyon sok terrortámadás történt Európában. Ezeket kivétel nélkül bevándorlási, migrációs hátterű elkövetők követték el. Mi nagyjából 29 ilyet tartunk számon, de akkor félek, hogy a listánk még nem teljes. Több mint 330 európai ártatlan ember életét vesztette, és több mint 1300 megsebesült. Ez is bizonyítja azt, hogy a kormány politikája helyes, erős nyomás alatt vagyunk, de arról tudom a tisztelt képviselőt is tájékoztatni, hogy ki fogunk tartani ebben a harcban. Köszönöm szépen a figyelmet!